Az ország biztonsága, rendezettsége kiemelkedő fontossággal bír. Ezt azok a honfitársaink tudják biztosítani, akik olyan elhivatottsággal, bátorsággal, hittel, büszkeséggel rendelkeznek, hogy vállalják az önkéntes katonai szolgálatot. A dékánis diákok műsora köszöntötte Szalai Bobrovnicki Kristófot, Magyarország honvédelmi miniszterét. A tárcavezető abból az alkalomból érkezett a kiskóhalasi középiskolába, hogy részt vegyen az ünnepélyes szerződés aláíráson, amelynek keretében 150-en csatlakoztak az önkéntes tartalékos mozgalomhoz. A megjelenteket elsőként Takács Attila altábornagy, a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese köszöntötte. Folytatnunk kell azt az utat, amelyet a honvédelmi és haderőfejlesztési programmal már évekkel ezelőtt megkezdtünk, és amely szervesen érinti az önkéntes alapon nyugvó területvédelmi erőket is, amelyek a haderő fontos és megkerülhetetlen alappillérét képezik. Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem váltható. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter örömmel üdvözölte a diákokat, akik a szolgálat mellett döntöttek. A tárcavezető szerint a fiatalok a legjobb pillanatban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és ezen a valóban felemelő és szívet szorongatóan jó érzést adó alkalomra itt lehetek önökkel, és együtt ünnepelhetek. Azt ünnepeljük, hogy ahogy hallottuk, 8 különböző intézmény, itt jelenlévő több mint 150 fiatalja úgy döntött, hogy amellett, hogy kadétként is már bekapcsolódott hazánk fegyveres védelmére való felkészülésben, de önkéntes tartalékos, területvédelmi tartalékosi szerződést köt. Ezt engedjék meg, hogy honvédelmi miniszterként és egyben tartalékos őrnagyként is megköszönjem önöknek, és gratuláljak hozzá. Az önök szolgálata az fontos. Mindegyikük személyes szolgálata fontos. Olyan időket élünk, és erre majd mindjárt kitérek, hogy ennek különös jelentősége van. Gratulálok ehhez, és köszönöm szépen. Önök ráadásul egy jó döntést nagyon jókor hoztak meg. Ha szabad azt mondanom, most jó lenni katonának. Az ünnepség keretein belül a 8 vármegyei intézmény egy-egy diákja írta alá az önkéntes tartalékos szerződést, amelyet a Magyar Honvédség nevében Hovány István alezredes látott el kézjegyével. Az alezredestől megtudtuk, hogyan is folytatódik majd a diákok kiképzése. A diákoknak a nyári szünetben tartjuk a alapkiképzésüket, amely július első napjától, és egészen a 25 napos kiképzésen részt vesznek, és utána, amikor elvégezték, akkor kiképzett területvédelmi tartalékosok lesznek, és utána később rengeteg munkát tud biztosítani a honvédség, és iskola időben is, és iskolán időn kívül is tudna csatlakozni ezekre a munkákra. A dékáni technikumból Tófei Erik csatlakozott az önkéntes tartalékos alakulathoz. Elsősorban mindenképpen katonai pályán szeretnék tovább menni hivatásosként. Kadétcsillőben is tartalékosként is, vagy tartalékosban is azért léptem be, hogy a honvédségbe jobban belelássak, illetve pluszpontnak számít az egyetemen. Kis Györgynek tervei is vannak a tartalékos szolgálattal. Hogyha a továbbiakban nem is szeretnék ezen a pályán közvetlenül maradni, a tartalékos rendszerben mindenképpen aktív szeretnék lenni. Jelentkezni fogok minden feladatra és lehetőségre. Kulisit Antal már korábban eldöntötte, hogy az egyenruhás pályát választja. Ez a téma nekem gyerekkorom óta fennáll nagyon is érdekelt volt, és most ez a lehetőségre ugrottam, és hogyha ez nagyon megtetszik, akkor esetleg hivatásos honvéd is lennék a későbbiekben. Durgó Tamás alezredes szerint a dékáni az elmúlt években meghatározó középiskolává vált. Az országban nem tudok elmenni olyan kadétversenyre, vagy bármilyen kiemelt kadétrendezvényre, ahol a dékáni nevét ne ismernék, és ezt teljes őszintességgel mondom, hisz 2 hete voltam Egerben egy kadét avatón például, és ott is ott a dékáni említve volt. Tehát nagy utat tettünk meg.
Mondhatom azt, hogy a tartalékos és a kadétrendszer eszenciája itt a kiskunhalasi iskola. Nyilván ehhez az intézményen kívül és az intézmény lelkén belül nagyon fontos az igazgató úr, a pedagógus kar, és nyilván azok a diákok, akik magukévá teszik ezt az érzületet.